Maros-Szentgyörgy határában 2014-ben különleges régészeti leletre bukkantak a Maros megyei múzeum régészei. Egy 1500 éves, az 5. század első feléből származó hun lovas sírra. A feltárt csontváz és koponya antropológiai és genetikai vizsgálatát, valamint a hun harcos fej és arc rekonstrukcióját magyarországi szakemberek végezték el. A kutatási eredményekről Marosvásárhelyen a Tekintet a múltból című tárlaton és szimpóziumon számolt be Sós Zoltán, a Maros megyei múzeum igazgatója, Bíró András Zsolt, budapesti antropológus, és Török Tibor, szegedi genetikus. A rendezvényen az arcrekonstrukció egyik példányát a Maros megyei múzeumnak adományozták. Erdei Edith Zsuzsánna összeállításában elsőként Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa beszél. A Kárpát-medence területéről számtalan hun korból származó lelet került elő. Ezeknek a legnagyobb többsége régészeti lelet, tehát tárgyi maradványok, és egy sokkal kisebb része csontmaradványok. És Erdélyből eddig nem került elő lovas temetkezés a hun időszakból, ezért van nagy jelentőség ennek a leletnek. A másik jelentősége pedig az, hogy az antropológiai vizsgálatok, később pedig a genetikai vizsgálatok is azt igazolták, hogy ez a lelet egy olyan embertani jellegekkel rendelkezik, amelyet igazolt a genetika is, hogy a felmenői nagyon messziről, keletről érkeztek ide, tehát az ázsiai hunokkal köti össze a Kárpát-medencét. A kutatásokat ki támogatta? Egy nagy összefogás született, azt lehet mondani, hogy egy kárpát-medencei magyar összefogás, hiszen több intézmény és több kutatócsoport. Maga a Maros megyei múzeum munkatársai Gál Szilárd régész vezetésével, ugye ők tárták fel a sírt, később pedig, mivel mi Gál Szilárddal kapcsolatban vagyunk, és egy Erdély utam alkalmával mutatta nekem ezeket a leleteket, ott rögtön nagyon érdekesnek találtam, és láttam, hogy ez egy európa-mongolit típusú koponya, tehát érdemes lenne megcsinálni a részletesebb antropológiai vizsgálatot, amely az apró arc régiókra is kiterjed, és így össze lehet nevetni a nemzetközi adatbázissal, hogy hova vezetnek az antropológiai szálak. Azon kívül pedig ismertem genetika területén dolgozó kiváló szakembereket, és a Szegedi Biológiai Központban dolgozó Török Tibor kollégámat kértem föl arra, hogy ha van lehetősége, csinálja meg a genetikai vizsgálatot is, és így kapcsolódott a szegedi kutatók munkája a Magyar Természettudományi Múzeumnak a munkájához, így lett antropológiai analízis is, lett egy genetikai vizsgálat is. A jó hír, hogy ez a kettő egyébként megerősítette egymást, mind a két szál messzire belső Ázsiába vezetett, mint eredő. A másik pedig, hogy felmerült egy olyan ötlet. Egyben én ugye a Magyar Turán Alapítványnak vagyok az elnöke, amely a legnagyobb kárpát-medencei magyar hagyományőrző rendezvény, ahol mindig nagyszabású régészeti antropológiai kiállítás is van, hogy a magyar embereknek és az erdélyi embereknek ezt meg kéne mutatni, és ezért a Magyar Turán Alapítvány felajánlotta, hogy megfinanszírozza egy arcrekonstrukció elkészítését, amit pedig Kustár Ágnes, kiváló arcrekonstruktőr, Magyar Természettudományi Múzeumnak a munkatársa elvállalt, és az ő antropológiai arcrekonstrukcióját már meg tudtuk mutatni a tavalyi ősök napján Bugacon, ezt sok ezer ember látta, és 3 példányt készítettünk el belőle, amelynek természetesen az egyik példányát ide a megtalálás helyére, a Maros megyei múzeumba hoztuk el, ezt ajándékozza a Magyar Turán Alapítvány az Erdélyi Múzeumnak, a másik a Természettudományi Múzeumban tekinthető meg, a harmadik pedig a Magyar Turán Alapítvány különböző időszakos kiállításaiban látható. Dr. Török Tibor genetikus, a Szegedi Tudományegyetem docense. A genetikai kutatások mit állapítottak meg a hun lovas harcosról? Ez egy nagyon fontos hun lelet, mert nagyon kevés az a hunkori lelet a Kárpát-medencébe, amire még a régészek is nagy biztonsággal azt mernék mondani, hogy talán ez egy hun lehet. Hát ez pontosan egy olyan lelet, és szerencsénkre hozzáfértünk, és teljes genetikai vizsgálatnak vetettük alá. Az eredmények nagyon meglepőek, illetve számunkra nem meglepőek, de nagyon tanulságosak.
fontosak, mert minden egyes genetikai mutatója ennek a férfinek mai Mongólia területére mutat. Tehát azt mondhatnám, hogy szinte egy elsőrangú összekötő kapocs az ázsiai hunok és az európai hunok között, hiszen ez a férfi egy európai hun volt, az egyértelmű. A kutatásai során mi volt a legizgalmasabb momentum? A kiértékelés. Tehát az, amikor megnéztük az anyai vonalát, az egy nagyon ritka, tulajdonképpen kínai típusú anyai vonal. Az apai vonalát megnéztük, az egy Magyarországon ritka, de Közép-Ázsiában kevésbé ritka közép-ázsiai apai vonal, és mikor a genomját megnéztük, az egy az egybe Mongólia. Tehát minden egy irányba mutat, és hát azért volt ez nagyon izgalmas, mert összeköti egyértelműen az európai hunokat az ázsiai hunokkal. Ez egy szenzációnak is mondható, hiszen mai napig kétségbe vonják, hogy a két népcsoport között kapcsolat lehetett. A Tekintet a múltból című kiállításon beszélgetünk Sós Zoltánnal, a Maros megyei múzeum igazgatójával. Maga a hunkori sír megtalálása, azonosítása önmagában már nagyon fontos volt tudományos szempontból, hiszen Erdélyben ez az első olyan hun sír, amely egyértelműen immár bizonyítottá vált, hogy az egykori hun birodalomnak az egyik katonája, vagy egy előkelő előjáró hun férfiról van szó, és hát maga a lovas temetkezés is arra utalt, ugye, hogy nem germán sírról van szó. Korábban a román történetírás nagyon idegenkedett ennek a témának egyáltalán a felvetésétől, habár elismerik, hogy igen, átvonulnak a hunok a Kárpát-medencén, sőt, Dél-Aldunánál is jelen vannak, ezt a leletek is megerősítik. Ennek ellenére egyfajta ilyen félelem vagy távolságtartás övezte a hunokkal kapcsolatos kutatást, és meggyőződésem, hogy több olyan lelet kerülhetett elő az 50-es, 60-as, 70-es, sőt 80-as években is, amelyek a hunokhoz lettek volna köthetők, de ezeket valamilyen oknál fogva eltitkolták, eltusolták. Itt is az első reakció az volt, hogy hát vajon ez igazából hun harcos, mert hogy a sírmellékletek eredete egyesek késő rómaiak, mások germán eredetű, a kerámia. Nyilván a lovas temetkezés az nincs a germán népeknél, tehát ez egyértelművé tette, hogy milyen eredetű maga a sír, illetve az utána Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány, illetve Török Tibor, a Szegedi Tudományi Egyetem professzora segítségével ugye ez a koponya kijutott analízisekre, és igazából a fog mintából sikerült egy DNS elemzést készíteni, amely egyértelműen bebizonyította, hogy ez a hun férfi anyai és apai ágon is belső mongóliai származású, tehát ő anyai-apai ágon hun származású. Nyilván a hunok jelentősége azért is fontos, mert a magyar őstörténet több szálon kapcsolódik ehhez, és ugye a korábbi elképzelések alapján a hunok visszavonultak Erdélybe, és a maradékaival találkozott Kárpát vezér, aki beérkezik a Kárpát-medencébe. Ma már tudjuk, hogy ez többnyire egy legenda, viszont a genetikának köszönhetően az is kiderült, hogy a hun és a magyarság között van kapcsolat.